aki jön, az betalál. Szeretettel köszöntök mindenkit Bácskai Júri hangulat és kapcsolat javító Vándor Színháza nevében. Ebből én vagyok a Bácskai Júri, aki gyakorló pszichológus voltam, vagyok és leszek, de a 2000-es évben hirtelen eszembe jutott, hogy mindazokat a dolgokat, amiket én gondolok, látok, leírok, például a könyveimben, vagy tanítás közben elmesélek, azokat meg lehetne mutatni élő, háromdimenzióban profi színészekkel. Hát ez a gondolat jutott az eszembe, ezt Kapolcson meg is valósítottuk, és azóta is kiderült, hogy egy műfajt teremtettünk, amilyen még nem volt, és nincs is sehol a világon, amiben a pszichológia és a színház egy sajátos ötvözete van. Akkor most én azt kérdezem, hogy kik azok, akik először látnak majd pszichoszínházat most? Isten hozott titeket, akkor nekik el kell mondanom tényleg kicsit bővebben. Hát egyrészt, hogy nagy veszélyben vagytok sajnos, ugyanis függővé lehet válni, hozzánk nagyon sokan vissza-vissza járnak, mert hogy minden egyes előadásunk más, részint amiatt, hogy mindig új műsorral készülök, új forgatókönyvet írok. Én vagyok, aki megírja a színészeknek a szerepeket, a szituációkat, viszont improvizálunk itt a helyszínen, tehát sose tudjuk, hogy mi fog történni pontosan. Hát például ez nagyon nagyfokú bizalom kell. Én nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy a közönség bízik bennünk most már 15 éve, valamint azt is, hogy a színészek is bíznak bennem, mert nagyon szívesen jönnek újra és újra játszani, anélkül, hogy pontosan tudnák, hogy most mi is lesz, amit kapnak, anyagot. Olyan anyagot kapnak, ami elég biztosító kötél nekik, hogy ne legyenek görcsösek, de elég nagy alkotói szabadságot ad, amit hát azért a igazi színházakban nem biztos, hogy megkapnak. Mert ott megmondja a rendező, hogy így tedd a kezedet, úgy fordulj, és azt mond, és különben is meg kell tanulni a szöveget. Nem utolsó sorban. No, tehát én pedig nagyon bízom a színészekben, akiket választok, és hát nagyon jó érzés, hogy azokat, amiket elképzelnek, azokat ők megvalósítják, van, amikor még sokkal többet is belehoznak, mint amit én valaha is képzeltem az előadásról. Valamint a nézőknek is szerepe lesz, de nálunk nem kell szerepelnie itt a színpadon. Nem szoktuk zaklatni a nézőinket. Viszont jövök néha beszélgetni egyes dramaturgiai pontokon. Megkérdezem, hogy ki mit látott, hogy értelmezzük a helyzetet, és nagyon örülök, ha beszélgetünk egymással. Na hát nagyjából erre lehet számítani a következő másfél órában. A mai témának már el is árultam a vezérfonalát, vagyis az, hogy akkor hogy is bízzak én a férfiakban? Ez a mai kérdésünk. A mai színészek, akik jöttek hozzánk játszani, Szamosi Zsófia, de egymással még semmilyen színpadon nem játszottak, meg sehol se nem. Hát itt még ez is előfordulhat. Hát én jövök ide a helyemre. Van egy páciensem, az időnként előbukkan, és jön hozzám pszichoterápiára. Ez a jelenet, amit most felidézünk, ez régen történt. Ilyen 9-10 évvel ezelőtt. Jön Zsófi. Hogy vagy? Jól. Igazából nem tudom, hogy miért jöttem. Hát olyas is lehet, hogy nem tudod, hogy miért jöttél, aztán majd segítek megfogalmazni az a dolgot.
Jó. Hogy mosolyogsz, mint aki sír? Nem sírok. Igazából csak gondoltam, hogy így megnézem, hogy újság meleg vagy. Nem. Minden oké. Uh-huh. Fázol? Nem. Nem is fázol. Nem, csak jól esik, hogy így nem hosszú a polomere. Még együtt vagy azzal a Józsival, akivel szem 3 évvel ezelőtt? Uh-huh. Jöttetek össze? Igen. Együtt is lakunk, mert minden együtt bérelünk egy lakást azóta már. Hát még azt csinálja most is, időnként így el kell mennie, mert kombinózik, és akkor elmegyek. Mi van? Elveszed egy pillanat? Miért? Nem tudom, nem így szoktam beszélgetni. Most az van, hogy hát leveszem persze, csak elestem most valamiben otthon, és akkor így van egy ilyen polt a szemem alatt, és nem akartam, hogy így látszódjon. Van egy szemem alatt. Igen. Van. A csuklódon is. Igen, mert akkor, amikor elestem otthon, akkor a csuklódra is elestem. Jó, hát az volt, hogy meglökött, és akkor elestem. Hát néha meglök. És akkor, de csak azért csinálja, mert szeret. Fért. És én is szeretem, mert érzem, hogy fontos vagyok. Visszalapozunk egy kicsit, hogy jutottatok idáig. Persze. Akkor most megmutatjuk, hogy is ismerkedtek meg ők egymással. Közben egyedül volna járás. Szerintem elnyomom. Szerintem menjünk gyalog. Szerintem alud, gyere ide. Jó, még sose jöttem kamionba. Alud, imádni fogod. Csajok, imádják. Már olyan értelemben, hogy... Érzik az erőt, érted? Én is érzem. Érezted, nem? Te gyors vagy, és... Ajajajaj, pakolászom itt a dolgokat ide. Na, gyere, ott állok, elvisztek, oké? Okay? Oké. Okay. Gyere. Kösz, legyen, megyen. Megvan? Gyere.
kérsz? Nem. Kösz. Csoki? Mi? Csoki. Roki. Nem eszem csoki. Miért? Nem tetszene a kockásos amúgy, igaz? Eltetszene nekem. Távirányító az hol van? Várjál. Ja, itt van, várjál. Nem, ez a DVD. Ez az. Lekésem a meccset, de nem gáz. Jó. Ne, viccelek, hallod? Viccelek. De jó nő vagy, te hallod. Még mindig. Figyelj, csak azt szerettem volna megkérdezni tőled, hogy... Gyere majd. Hogy holnap estére így volt egy olyan, hogy a Katival meg a Timivel így beülünk valóban hárman dumálni, mert már tök rég nem találkoztunk, és csak úgy így akartam mondani, hogy akkor beülünk valahová, vagy beülnénk. De jó nő vagy, te hallod. Kurva jó nő vagy. Igen. De hogy akkor... Szóval akkor az nem gáz, ugye? Melyik? Hogy hát, hogy a Katival meg a Timivel így elmennénk valahová. Nem én viszel? Hát úgy találkozni, vagy mit tudom én dumálni. Hát gyertek ide! Jó, de az nem olyan, mert a lányok azok így nem másról beszélgetnek. Figyelj, hát bementek itt valamelyik helyre, nem? Na de most baj, hogyha elmegyek? Hát de most várjál már, figyelj picit, tegyük már azért rendbe dolgokat. Hova akarsz menni? Nem tudom, miért akarsz elmenni egy helyre. De miért akarsz elmenni? Hát, hogy beszélgessünk csak. Hogy mit csináljál? Jó, beszélgetni a számmalnak. És akkor fiúk? Nincsenek fiúk, a Katival tudom, hogy nincsenek fiúk, pazd meg. Hát még jó, hogy nincsenek fiúk. De hogy azokkal esetleg akarsz-e valamit? Vagy miért mész oda, miért nem jó így? Dehogy is, én tőled akarok valami. Mit akarsz? Azt, hogy elengedjél. Azt akarom, hogy elengedjél holnap Katival meg a hagyjuk már ezt, tényleg. Hallod? Most ez nem kell most, értem. Nem kell menni. Jó, akkor majd. Nem kell menni, érted? Jó vagyunk, meg vagy. Dumálsz velük. Jó. Nem, ugye? Nem kell, ugye? Nem. Hát nem kell, hát kell. Hát kell szarni nem kell. Kell az embernek nem elmenni. Nem? Szarnod kell? Valahogy más kéne. Mit találod, mi kéne? Hát? Na de várjál, most gyönyörű. Kezdődik a meccs. Úgy de gyönyörű. Kezdődik a meccs most. Úgy de gyönyörű nő vagy te. Úgy de gyönyörű. Nem kérsz Ropit? Nem kérsz Ropit? Gyere, mutatok neked egy Ropit, gyere! Gyere már! Gyere már, te! Miért érdekel, mikor jövök haza? Csak hogy mit tudom én, akkor csinálok valami jó vacsorát neked. Lehet. És te előtte fölnyomsz, mielőtt elmegyek? Mi az, hogy fölnyomjak? Nem nyomnak föl. Csak mit akarsz csinálni? Mit akarsz csinálni? Hát hogy mit akarok csinálni? Elmenni a csajokkal már megint? Simogatni a vevőket? Masszírozni a fejüket? Mit akarsz csinálni? Masszírozom a fejüket, de... Masszírozod a fejüket, mert amikor legközelebb múltkor bementem, akkor azt láttam, hogy a csávó hogy vigyorgott, mert masszírozod a fejét. Miközben a pattanásokat kéne nyomogasd, nem? De ha arcmasszást rendel, akkor nem nyomogathatom a pattanásait. Hanem akkor mit csinálsz? Akkor mit lehet csinálni? Nekem muszáj kedvesnek lenni. Nem muszáj kedvesnek lenni! Kinyomod a pattanásait! Mit tanultatok a suliba? Az, hogy legyél kedves? Ezt kell tanulni? Azt is. Azt kell tanulni, hogy legyél kedves vele. Igen. Hagyjál már engem békén. Azt kell tanulni, hogy kinyomod a pattanást, fested a körmét, meg... Mit tudom én, mit csinálsz? Férfiak nem festünk körmét. Igen? Viccelődsz? Nem viccelődök, halálosan komolyan mondom, de most miért veszekedsz velem? Nekem ez a foglalkozásom, kozmetikus vagyok, bejönnek, a pattanást kell nyomogatni, akkor azt nyomogatom, hogyha masszázs kér, akkor meg megmasszírozom az arcát. És hogyha más kell megmasszírozni, akkor mit csinálsz? Azt kéri, akkor meg azt csinál? Mi?